Többet ére, ha egy serdülő saját korosztályának kiemelkedő szereplését látja. Van ennek bármiféle hatása arra, hogy ő is megpróbálja saját tehetségét kamatoztatni. Azt minden fiatalokkal foglalkozó szakember kiemeli, hogy a kortársi csoportok vonzereje ebben a korban mindennél erősebb. Ha ez igaz, már pedig miért ne lenne az negatív irányba, akkor igaznak kell lennie az ellenkező oldalon is. Ezért is szorgalmazza a Galei Gimnázium, hogy a lehetőségekhez mérten minél többször álljanak színpadra a tehetségek, és mutassák meg tudásukat társaik előtt. Hiszen csak egy óra az egész belőlünk, ahogy a cím is mondja, de a hatás rendkívüli lehet. Úgy gondolom, hogy az iskola tanulóinak is igazából az egész országban minden diáknak fontos az, hogy valamilyen szinten ezzel a stílussal is megismerkedjenek, és ez nagyon jó alkalmat nyújt nekünk, és nekik is arra, hogy átadjuk egymásnak ezt a fajta zeneszeretetet, és úgy gondolom, hogy minden diáknak fontos lenne ezt valamilyen szinten az életébe belevinni, és akár az iskola által, akár önszántunkból. És talán ezek azok az alkalmak, amik biztatást adnak arra, hogy ők is belekezdenek egy ilyen pályába. Nagyon fontos az, hogy ezt a fajta zenét, ezt a fajta stílust, ezt, amit mi művelünk, a trombitát, ezt is egy kicsit elterjesztjük az emberek körében, mert sajnos az élő zene a mai világban egyre jobban kiszorul az ilyesfajta hallgatási körökből. Mindenki inkább az elektronikus és a gépzene felé kanyarodik, és muszáj az embereknek megmutatni, hogy az élő zenének és az emberek által csinált zenének mekkora lelke van, ami egy gépzenében nem található meg. És szerintem a mai nap mind a gimnazisták, mind az egyéb szülők és látogatók számára is egyaránt egy tökéletes alkalom arra, hogy megmutathassuk ezt a lelket. Hát körülbelül itt be is fejezhetnénk, de nem tesszük. Azok, akik erről a lélekről így tudnak szólni, egészen biztosan, hatásosan tudnak befolyásolni is. Ők tudják, mi az készülni, próbálni, időnként szenvedni a sikerért. Fontos ez nekik, úgyhogy ebben se látok különbséget. Mert tulajdonképpen ugye itt az osztálytársaik, a tanáraik előtt lépnek föl, ott pedig a szüleik, az ismerősök előtt, mind a kettő nagyon fontos. Úgyhogy aztán ilyen szempontból mind a kettőnek ugyanaz a tétje megvan, úgyhogy ezt nekik muszáj teljesíteni. A darab megválasztásában természetesen mindenképpen gondolkodni kell, attól függően, hogy milyen közönségünk van. És hát ebbe az esetben, hogy itt tudjuk, hogy hát fiatalok vannak, és hát a fiataloknak a nagy része így a könnyű zene felé hajlik inkább, mert azt hallgatják. Éppen ezért mi is könnyű zenét fogunk játszani, blues-t fogunk játszani, és hát ez természetesen ezt mindig meg kell nézni, hogy milyen a közönségnek az összetétele. Minden koncertre egyformán készülünk, tehát nyilván az ember igyekszik a maximumot kihozni a gyerekekből, és hát a gyerekek is magukból. Tehát ilyen szempontból nincs különösebb tétje, hogy most ilyen közönség vagy olyan közönség. A felkészülés ugyanolyan szigorú minden esetben. Az egy óra belőlünk Naszladi Judit ötletéből indult évekkel ezelőtt. Most új színekkel is bővült a program, hiszen az évek alatt újabb és újabb műfajok és benne tehetségek léptek színre. Mikor a diákok megkeresnek és szívesen ajánlják, hogy ők valamilyen művészeti csoportnak a tagjai, nagyon sokan nem szekszárdi lakosként a Garai Gimnázium jogviszonyos hallgatói, hanem vidékiek, és ott nagyon jó közösséget képez be, például báboznak, vagy balettoznak, vagy más olyan, ami egy nagyobb településen nincsen. Olyanok is vannak most, akik eddig nem jöttek el, vagy pedig a saját osztálytársuk miatt, és rájönnek, hogy ez milyen jó dolog meghallgatni a másikat. Ez a Garai hagyomány teremtésének egy eszköze? Igen, és a tehetségfejlesztésnek egy eszköze.